Köszöntöm a kedves nézőket! Véget ért a tanév. Az elmúlt alkalmakon beszélgettünk a Patakpart általános iskoláról, illetve a Kalássuli általános iskoláról is. A következő percekben pedig a Szent István telepi általános iskoláról lesz szó. Köszöntöm az intézményvezetőt, Németh Ritát. Szervusz! Szia! Én is köszöntöm a kedves nézőket! Sok minden volt az idei tanévben is, nagyon izgalmas volt. A Covid az most sem múlt el nyomtalanul. Te hogyan értékeled intézményvezetőként ezt a tanévet? Hát nagyon sajnálom, hogy ezt most fölhoztad, mert épp elfelejtettem így a tanév végére. Sajnos ebben a tanévben még mindig jelen voltak a különböző járványügyi intézkedések, úgyhogy ez nehezítette az idei tanévnek a megkezdését, hiszen nem sokkal a tanévkezdés után már ugye újra jöttek a különböző megszorító intézkedések, emiatt aztán sokszor kerültünk olyan helyzetbe, hogy osztályok vagy osztályoknak nagy része online oktatásra kényszerült. Nagyon-nagyon nehéz volt nekifutni újra, mert minden tanév végén reménykedtünk, hogy a következő tanévet már tényleg normális mederben tudjuk majd tartani. Sajnos nem így sikerült az idén sem. Ennek ellenére azt gondolom, hogy bár a szülők türelme tudom, hogy véges, valahogy mégiscsak túléltük, és tényleg nagyon bizakodóak vagyunk, hogy ez volt az utolsó ilyen. Ugye túl vagytok már ilyenkor az évvégi értekezleteken, pedagógusokkal összeültetek. Mi volt a tapasztalat, milyen visszajelzéseket kaptál akár tőlük, ők hogyan látták ezt a tanévet? Hasonlóan, mint ahogy te bevezetted, hogy ez egy nagyon nehéz tanév volt. Én elmondtam a tanévzáró értekezleten is, hogy ez a 12. évem a Szent István telepi általános iskolában, és mind a 12 valami miatt rendkívüli volt. Ez az év is rendkívüli volt. Nyilván az előző két évre jött ez a harmadik év, amikor gyakorlatilag fél évig még mindig küzdködtünk a Covid-dal. Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz online oktatni a gyerekeket, nem csak azért, mert nekünk ugye autodidakta módon gyorsan föl kellett készülnünk, és el kellett sajátítanunk, hogy hogyan tudjuk így átadni a tananyagot, de azt is láttuk, hogy gyakorlatilag magunk ellen dolgoztunk ebben az időszakban, hiszen arra próbáljuk nevelni a gyerekeket, hogy minél kevesebb időt töltsenek a számítógép előtt, és mi gyakorlatilag abba zavartuk őket bele, illetve a szülőket, hogy 4-5-3 órát biztosan a gép előtt üljenek. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, abból a szempontból is, hogy innen nehéz lesz fordítani, hiszen a gyerekek számára természetessé vált az, hogy ilyen sokat ülhetnek a számítógép előtt, holott mi sokkal jobban szeretjük azt, hogyha sokat vannak a szabadban, sokat mozognak, akár amikor olyan meleg van már nálunk, akkor mi a tanítási órákat is kihelyezzük az udvarra, hogy a gyerekeknek könnyebb legyen. Szóval nehéz év volt, de mégis azt gondolom, hogy a második fél évre sikerült teljesen összerázni magunkat, a csapatot. Szerintem az is bizonyítja, hogy szeretnék eldicsekedni vele, de a nyolcadikosaink azok az országos átlag fölött 10 ponttal írtak a központi írásbeli matematikából és magyarból, holott mögöttük is nagyon nehéz 3 év áll, hiszen ugye nem csak ennek az évnek a kieséseit kell néznünk, mert nem szabad elfeledkeznünk, hogy az előző tanévben és az azelőttiben is online oktatáson voltak ezek a gyerekek, tehát úgy kellett fölkészülniük a felvételire, hogy valahogy pótolják azokat a hiányosságokat ebben a tanévben, amit esetleg az előzőekben az online oktatás miatt összeszedtek. Ha már említetted a nyolcadikosokat, mik azok a tanulmányi versenyek, eredmények, amikre büszkék lehettek az idén? Az idén viszonylag kevés versenyen vettünk részt, de a Bolyai Magyar Bolyai Természettudományos versenyen mindig jó néhány csapattal indulunk. Voltak benne sikereink is, illetve egy nyolcadikos tanulónk egy olyan környezetvédelmi vetélkedőn volt, amit először rendeztek meg, és ott bekerült az országos döntőbe, úgyhogy rá nagyon büszkék vagyunk. És hogyha már a tanulmányokról is szót ejtettünk, akkor azért nem menjünk el a közösségi programok mellett is, hiszen ez legalább olyan fontos. Ha jól tudom, Felvidéken is jártatok többek között, nem mindenki, de viszonylag sokan. Erről mit tudhatunk, és hogyan valósult ott ez meg? Hát ez egy nagyon hosszú folyamat volt, ugyanis 3 évvel ezelőtt kezdődött
a határtalan keretében megpályáztunk egy felvidéki utat az akkori hatodikosoknak, hogy a következő tanévben részt vehessenek majd ezen. Ezt mindig hetedikeseknek írják ki ezt a pályázatot. Akkor két pályázatot is írtunk, egy 38 főset és egy 40 fős pályázatot, ilyen sok hetedikesünk volt. A pályázatot megnyertük, viszont már nem kerülhetett sor a pandémia miatt az utazásra. A következő tanévben ismét pályáztunk, akkor 66 hetedikessel számoltunk, beadtuk a pályázatot, ezt is megnyertük, sajnos erre az utazásra sem kerülhetett sor a pandémia miatt, úgyhogy ez volt az első tanév, megmondom őszintén, hogy itt is nagyon rezgett a léc, ugye egyrészt mivel szomszédos országba utaztunk, ott még más volt az oltási előírás, mint nálunk, úgyhogy nagyon sokáig lebegett, hogy el tudunk-e utazni, vagy nem. Ugyanis nyilván nagyon sok gyerek nem volt beoltva, és még oltáshoz volt kötött a határátlépés, aztán végül az utolsó pillanatra kikerekedett, hogy mindannyian utazhatnak a gyerekek, így összesen több mint 130 gyerek és 13 pedagógus kollégám vett részt ezen a határtalan programon. Nagyon szeretünk a felvidékre menni, többször nyertünk már ilyen pályázatot. Nyilván az elsődleges cél az, hogy a magyar lakta településeket meglátogassuk, illetve az ottani természeti szépségekben gyönyörködjünk, úgyhogy azt gondolom, hogy a Poprádi tó vagy a Dobsinai jégbarlang az biztos olyan látvány a gyerekeknek, amit egész életükben nem fognak majd elfelejteni. Legalábbis én ebben bízom. Most májusban például, amikor a Poprádi tóhoz mentünk, és irgalmatlan meleg volt még lenn a völgyben, fönn szó szerint több centis hóban kellett fölsétálnunk a Poprádi tóhoz, és a tó körül is hó volt, úgyhogy szerintem ez is egy nagyon nagy élmény, hogy ilyet itthon nem nagyon tapasztalunk meg egy kirándulás alkalmával. Milyen olyan közösségi programok voltak, amiket még szívesen kiemelnél, és akár az egész iskolát érintette? Nem érintette az egész iskolát, de az egész felső tagozatot érintette. Szeptemberben Zánkán voltunk az Erzsébet táborban, ez azt jelenti, hogy több mint 250 gyereket tudtunk elvinni. Akkor még reménykedtünk, hogy az egész év olyan lesz, hogy az esemény naptárban megjelölt programjainkat meg tudjuk tartani. Sajnos utána nagyon sok mindent le kellett mondani a pandémia miatt. Az adventi est most már sajnos harmadik éve marad el, azt még nem mertük megrendezni, de utána úgy gondoltuk, hogy májusban már bátrak lehetünk, és az alapítványi estet megtarthatjuk. Úgyhogy ezt az estet a Kóskároly Művelődési Házban, illetve annak az udvarán tartottuk meg. Rengeteg szülő volt, nagyon-nagyon sokan voltak. Mi nagyon sok produkcióval készültünk, szinte minden osztályunk szerepelt valamilyen közösségi bemutatóval, néptánc bemutatóval, a negyedikeseknek a táncával, a nyolcadikosoknak a búcsú táncával, és hát még nagyon sok más színházi előadással is szórakoztattuk a szülőket. Azt láttuk, illetve az jött visszajelzésként, hogy tényleg úgy hiányzott ez a szülőknek, mint a sivatagban egy pohár víz, és annyira jó volt újra együtt lenni, és látni azt, hogy mennyire boldogok, amikor a gyermekeik produkcióját láthatjuk. Úgyhogy ez volt az a nagy közösségi, amin valóban az egész iskola részt vett, és hát azt gondolom, hogy utána határtalanul is azért a több mint 130 gyereket megmozgató program is ilyen volt. És az utolsó előtti héten végül is sikerült az osztálykirándulásokat is megszervezni, úgyhogy bár az a kis közösségekben, de minden osztályt érintette. Említetted, hogy néhány közösségi program elmaradt a Covid miatt. Tanulmányilag sikerült hozni a tanévet? Tehát a tanmeneten úgy azért, hogy átlagban azért úgy végig tudtak menni az évfolyamok, az osztályok? Azt mondom, hogy nagyjából igen. Nyilván van olyan, ahol kell néhány dolgot pótolni, de szeptemberben ezzel fogjuk kezdeni. Tehát azt gondolom, hogy a következő tanévben még mindig van némi lemaradásunk, nem mindenkinek, nem minden osztálynak, nem minden tantárgyból, tehát ezt nem tudom általánosságban mondani, viszont általánosságban azt sem mondhat el, hogy mindenkinek mindent sikerült már pótolnia.
Azért volt olyan első osztályunk, aki 3 hétig volt karanténban, és nem tudtak jönni. Azt gondolom, hogy ez egy elsős osztály életében, amikor írni-olvasni tanulnak, az nagyon-nagyon sok idő, de ők is nagyon szépen teljesítették a tanévnek a követelményeit, és nyilván, ha maradt még hiányosság, akkor majd a szeptemberi ismétléseknél erre nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni. Ugye július 6-a, 7-e van már most. Hogyan néz ki ilyenkor nektek a nyár, mik a legfontosabb feladatok, amik várnak rátok? Nagyon örülök, mert a kollégáim végre már tényleg szabadságon vannak és pihennek. A vezetőség, illetve az iskolatitkárok, a karbantartó, viszont még benn vagyunk. Ilyenkor nézzük át azt, hogy hogyan is készüljünk föl technikailag a következő tanévre, milyen felújításokra lesz szükség, illetve megmondom őszintén, hogy nekünk a vezetőségnek ilyenkor van időnk arra, hogy az év közben fejünk fölött földgyűlemlett hullámokat kisimogassuk, és gyakorlatilag már készítjük elő a következő tanévet, úgyhogy még folyamatában van az, hogy zárjuk ezt a tanévet, gondolkodunk a következő éven, meg kell nézni, hogy a személyi állományunk hogyan alakul. Én azt gondolom, hogy mi nagyon jó helyzetben vagyunk, tehát úgy néz ki, hogy minden szakos kolléga tanított eddig is, és a következő évre is így tudunk készülni, úgyhogy emiatt nyugodt vagyok. Akkor pedagógus állományban nem várható változás a következő tanévre vonatkozóan? Lesz egy kis mozgás, de nem lesz pedagógus hiány az iskolában. Ha jól tudom, lesz egy kisebb, nagyobb felújítás, ez majd még elválik a következő hetekben is, itt a nyáron nálatok. Mi az, amit szeretnétek megcsináltatni? Jó, arra egy külön műsort kellene akkor most összehozni. Rengeteg dolog javításra szorulna az iskolában sajnos. A legégetőbb az az, hogy most már tényleg mindenhol ázik az iskola, tehát egy tetőcsere az gyakorlatilag halaszthatatlan lenne, ez olyan nagy összeg, hogy ez biztos, hogy mostanában nem fog megvalósulni. Hát ehhez képest a többi az csak apróság, hogy szerettük volna, ha az osztálytermeket ki lehet festeni, azokat a hibákat, amik évközben jelentkeztek, ki lehet javítani, de nagyon-nagyon szűkös lesz az idei keret, úgyhogy nagyon át kell gondolni, hogy mi az, ami belefér a felújításokba. Hogyan készültek a következő tanévre? Még azért ugye van 1-2 hónap. Vannak-e már ilyenkor előkészületek, illetve lesz-e bármilyen újdonság, változás az előző tanévhez képest? Gondolom levonjátok ilyenkor a következtetéseket, amit esetleg másképp szeretnétek csinálni. Igen, a tanév végén több értekezletet is tartunk, külön az alsósok, külön a felsősök, aztán egybe is átbeszéljük az évnek a tapasztalatait, gondolkodunk azon, hogy mi az, ami jó, mit tartsunk meg, mi az, amin változtassunk, de igazából nyitott kérdésként hagyjuk ezeket a nyárra, hogy egy kicsit ülepedjen, és amikor augusztus közepén visszajönnek a kollégák, akkor újra elővesszük ezt az átbeszélt előző tanévet, illetve ennek a tanulságait, és akkor, amikor az éves menetrendet állítjuk össze, akkor szoktuk közösen eldönteni a nevelőtestülettel, hogy mi az, amit újításként szeretnénk bevezetni. Vannak ötleteink természetesen, erre alszunk, meg arra is, hogy ezeket hogyan tudjuk megvalósítani. Úgyhogy ez mindenképp az augusztus végi munkálatoknak lesz majd egy jelentős része, illetve készülünk, aki új osztályt kap, az nyilván már az új osztályára próbál hangolódni, hiszen mondjuk elbalagtatta a 8. osztályát, és most 5. osztálya lesz. A termeket be kell rendezni, szerencsére az idén nem túl sok teremcsere lesz, úgyhogy az talán most könnyebb lesz, mint az előző években. Lélekben mindenképpen készülünk. Én azt is tudom, hogy ilyenkor a kollégáim már hiába mondják azt, hogy na jó, most tényleg nyár van, a leendő elsős kollégáim azon kezdenek el gondolkodni, hogy hogyan fogják az elsősöket bevezetni az iskolába. Mindig szoktak egy ilyen augusztus végi közös programot összehozni a szülőkkel, ahol egy kicsit jobban megismerkedhetnek a gyerekek, mielőtt belépnek az iskolába, ne az legyen, hogy teljesen ismeretlenek egymásnak, és több osztályközösség van, aki már augusztus végén találkozik egy kirándulás erejéig, ezeknek a szervezése is már fejben fogalmazódik. Rita, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hát kívánom, hogy egy kicsit
tudjatok, és te is tudjál pihenni és töltődni a következő tanévre. Nagyon szépen köszönöm, szép nyarat! Viszont kívánjuk! Önöknek is köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, minden jót kívánok, viszontlátásra!